A kisteleki egészségfejlesztésére megbízásából a függőségekről kérdeztük Krupa Mónika, addiktológiai konzultánst. Krupa Mónika, addiktológiai konzultánst kérdezzük magáról a függőségekről, az alkoholizmusról és a többi ilyenről, ami szóba kerülhet. Először is köszöntöm Önt. Mit tudhatunk a függőségekről? Mesélne nekünk erről, hogy mik nevezhetők függőségeknek az alkoholizmus kivételével? Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Függőségek két csoportjáról beszélhetünk, amit elkülöníthetünk. Az egyik a kémiai szerhasználat, ilyen az alkoholizmus, a drogfüggőség például, vagy a gyógyszerfüggőség is. A másik csoport pedig a viselkedési addikciók. Ide tartozik a játékfüggőség, munkafüggőség, sport, és nagyon fontos, ami egy új különálló zavarként diagnosztizált függőség, ez pedig a videójáték használati zavar, ami idéntől bekerült a DSM-5-be is, mint további vizsgálandó zavar, és ez különösképpen a fiatalkorúakat érinti. Bár nem csak őket. Ezek a függőségek életkor tekintetében hogyan is alakulnak? Alkoholizmus az egész társadalmunkra jellemző, ugye mondjuk azt is, hogy a 800 ezer, vagy most már a bátrabbak azt mondják, hogy 1 millió alkoholista országa vagyunk, ez kortól független, illetve most már a legújabb adatok szerint a marihuána használata is egyre fiatalabb korra tehető, tehát itt a 14-15 éves korosztályról beszélhetünk. A videójáték használati zavar is érinti ugyanúgy a serdülőket, mint ahogy a felnőtteket is, bár a serdülők körében mondhatjuk, hogy népszerűbb, mint az alkoholizmus. Droghasználat is teljes mértékben vegyes. A gyógyszerhasználat hogyan alakulhat ki, vagy hogyan válhatnak gyógyszerfüggőké az emberek? Egyre többet találkozom egyre fiatalabb korúakkal, akik erős nyugtatókat vagy antidepresszánsokat szednek. Itt gondolhatunk a Xanaxra, Frontinra, Rivotrilra és társaira. Ezt keverik alkohollal, illetve a nők többségére jellemző a nyugtató használat mai napig társadalmunkban. Itt a probléma az, amikor a mértéket nem tartják, ugyanúgy, ahogy az alkoholizmusnál, vagy egyéb függőségeknél is. Tehát már minden problémára, vagy vélt problémára nyugtatót használnak, illetve egyéb érzelemkezelési problémára is. A függőségekről így általánosságban mit is tudhatunk erről? Kicsit részletesebben beszélhetünk? Igen, társadalmunkban azt gondolják általában, hogy ez egy rossz szokás. Ez nem csak egy rossz szokás, hanem egy betegség. Egy olyan betegség, ami, hogyha egyszer kialakul, akkor már nem gyógyítható, és mondjuk egy alkoholfüggőből már nem válik ismételten szociális ivó, vagy olyan ivó, aki a mértéket meg tudja tartani. Nagyon fontos, hogy ennek a mértéktartásnak és a kontrollnak a képessége fog eltűnni, ami már nem visszafordítható, viszont tünetmentesen tartható. Tehát akinél kialakult ez a függőség, felépülési folyamattal és ennek elsajátításával tökéletesen képes egy nagyon jó életre. Hogyha már valaki függővé válik, akkor mit tehet ellene? Vagy pedig a körülötte lévő család, barátok, párkapcsolat hogyan tehet ez ellen? Nagyon fontos, hogy a függő maga kérjen segítséget, maga ismerje be, vagy minimum ismerje fel azt, hogy valami nincsen rendben a szerfogyasztásával, vagy a viselkedésével. Nagyon sokszor a környezet az, aki először visszajelez, hogy valami nem úgy történik, ahogy lennie kellene. Elhanyagolja a barátait, esetleg elhanyagolja a munkáját, családi kapcsolatait, de nagyon fontos, hogy mert nem érzi jól magát, tehát maga a szerhasználat nem ad neki olyan megnyugvást, vagy olyan élvezetet, mint korábban. Nagyon sokszor családtagok keresnek fel minket azzal, hogy segítséget kérnek. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket jól segíteni,
viszont magának a függőnek kell kérni a segítséget. Mehet kórházba a függő, fordulhat különféle terápiákhoz az ország különböző részeihez, és jöhet hozzánk is addiktológiai konzultánsokhoz, akik konzultációk segítségével mutatják meg a kifelé vezető utat. Egy függő miket, amikor még nem is érzi magát függőnek, vagy nem vallja be, milyen tüneteket vehet észre magán, ami erre adhat okot? Én azt gondolom, hogy mindenki érzi azt, amikor valami nem stimmel. Amikor legbelül megszólal egy kis hang, hogy na ez most nem úgy működik, ahogy kellene. Általában szorongásokról számolnak be, alvási nehézségekről, indokolatlan idegességről, frusztrációról és megnövekedett agresszió szintről, indokolatlan esetekben is. Ilyenkor beszélhetünk lelki megvonásról. Nagyon fontos, hogy a függőségek esetében nem csak fizikai megvonásról beszélhetünk, ilyen például a kézremegés vagy a hányinger, hanem nem nagyon sokszor, szinte mindig ehhez lelki dolgok is társulnak. És ezek nehezítik például azt, hogy valaki felépüljön. Gondolok itt arra, hogy egy kézremegés 7-10 nap alatt megszűnik, és kórházban ez igenis, hogy kibírható. Tehát, hogyha 7-10 nap alatt le lehetne jönni egyszerről, alkoholról vagy drogról, akkor azt gondolom, ez nem lenne probléma. Viszont a lelki megvonás olyan erős, a sóvárgás, mint lelki megvonás, vagy a szorongások és a nem alvás, hogy az érzelmek túlfűtöttsége, amire újból és újból szert használhat, akkor, hogyha nem foglalkozik ezzel. Hogyan alakul ki a függőség? Van-e ennek bármilyen folyamata? Lehet folyamata, igen. A nagyon klasszikus eset az, amikor mindenki kipróbálja, akár a dohányzást, akár az alkoholt, akár valamilyen drogot. Ez klasszikus esetben 10 éves korra tehető, általános iskola vége, középiskola elejéről beszélhetünk most már. És ez egyszerűen csak egy kipróbálás. Általában társakkal, valamilyen buliban. Ezt követi az, amikor hétvégente már a buli része, ez lesz egy megszokás a kipróbálás után, utána pedig ez rendszeressé válik. És a végén pedig már azért csinálnak bulikat a fiatalok, hogy lehessen alkalomszert fogyasztani. Ez már a hozzászokásnak az időszakára tehető. És utána beszélhetünk egy olyan rászokásról és függőségről, ami között nagyon-nagyon hajszálvékony csak a csík, ami így átlép a függőségbe. Amikor már csütörtökön arra készül, hogy igen, akkor már pénteken is bulit csináljunk, ne várjuk meg a szombatot, majd pedig az egész hét szépen bulivá válik, idézőjeles bulivá. A Full Contact Trio fellépését tekinthetik meg a Térzene koncert sorozat keretein belül. Kubai Jenő tanítványa volt, Becsei Ferenc hegedű művész, aki egy időben még Bartók Bélával is koncertezett együtt. Elegáns játékmodorával, virtuóz előadásaival világszerte ismertével. De zeneműveket is írt, most ezek közül fogunk egyet eljátszani, a mű címe Vals Trist, azaz szomorú keringő. Thank you.
most vidámabb vizekre nevezünk. Egy vérpestítő spanyol tánc következik. A zeneszerző Manuel de Falla. Szent Imre családi napot tartottak Csengelén. Csernik Szende, Székely Mese Mondó és Lábbábos előadását tekinthetik meg a következőkben. Akkor most elmeséljem nektek, hogy amikor kicsi gyermekecske voltam, akkor milyen boldog voltam a nagyszüleim. Sokat voltam nagytatámmal, nagymamámmal, minden vakációban voltam. És vittem a nagytatának az erdőre, a mezőre a fuzui kollégás, az erdőre. És 18 éves kislány lesz, hogy hétesztem is.
egyedül nem féltem az erdőtől, olyan volt az erdő, mint a tündér szoknya. Kerek volt, megmutatom, milyen kerek volt. Ilyen kerek volt, nézd meg. S virágos réteken is jártam, s mind a tetényen vezettem a virágokat a karincámra. S mikor megszomjaztam, akkor az erdő szoknyája aljába fodozódottak, a takocska. S honnan eredek a takocska, ki tudja? Felnőttek is mondhatnak. Forrásból, valaki mondta, forrás. A völgyben is van forrás, de igen, a hegyekből csordogat be. A forrásból, megmutatom, hogy hogy ittam a forrásból. Úgy hívjuk azt a mélyedést, hogy gübet. Gübet. Abból a gübébe hozta a vizecskát, felhajoltam. Ha voltak rajta falevelek, lopicskák, akkor szépen elsimogattam a kezemben. Akkor nem a telefon simogattam, hanem így a forrás. Olyan gyönyörű volt, tiszta volt a vize, mintha magamat láttam volna benne. És így ittam a forrásból, nem volt nálam csukrocska, hogy a kezemben ittam a markocskám. Így. És így adok a tiszta forrásból. Most képzeljétek el, hogy ugyanebből a vizecskéből ittak az állat, a vadár. Olyan boldog voltam, hogy ugyanabból a vízből iszok, amiből az őzik elszik. Mert egy voltam a természettel. De minek hazajöttem, ez a csóri lábocska, a fetekelek, mert összetapicskoltam vele a saras utat, a poros utat. És nagymamám mindig megkeresztek, hogy tisztán fektessen a tiszta paplanos sárkot. Ilyen tekenő forma a kábacskába feresztek, és mindig énekelt nekem valamit, hogy ne sírjak. Mert olyan kutat voltam, ha nem sírtam. És mindig azt énekelte, hogy Debrecenbe kéne menni, pulyka kakas kéne lenni, lassan kocsis, lyukas, sankas, kiesik a pulyka kakas. Ha kiesik, lélét vesszük, hazavisszük és megesszük, én eszem az utcán állják, csókolom a babán száját. És akkor nagymamám mindig megkiszít, és úgy énekeltek. Sokat gyárban csókolom a Szendike száját. Szende a nevem, ő mindig azt mondta nekem, hogy Szendike. És telt az idő. Hány esztendő telt el, ki emlékszik? Itt az emlékezet. Hol ott a test? De a 94. esztendőnél így nyikorlott. És miért nem nyikorlott? Így nyikorgott nagymamának a lábaiba az idő. Elfáradtak azok a lábocska, és egy reggel nagymama úgy megbotott a küszöbbe, hogy leesett, és eltörött neki itt egy forcsikája, egy csontocska. És ágyba került nagymama, többet sose tudott vetelni az ágyból. Úgyhogy hazamentem, hogy segítsek neki. Én főztem neki, én mostam, takarítottam, seprelettem, mosogattam, teregettem. Megitattam, megetettem a nagymamának, és meg is keresztettem. Ugyanúgy, ahogy ő engemet, amikor egy kicsike voltam. Tettem egy nagy kádat a ház közepébe, tettem bele meleg vizecskét, mondjuk ez lesz a meleg vizecske. Megnéztem, hogy nem egy túl fogó. Ezzel a mérő eszközzel, mert mindig kéznél volt elemsekedett belé. Pont jó volt a vizecske, és tettem bele rongyucskát, lepedőcskét, mint amikor a kicsi bubákat először fedezték, hogy legyen puha, nagymamának is akár, és nagymamát is beletettem. És megfereztettem őt, visszafereztettem a lelkemmel is, a szeretetemmel. És
mit énekeltem neki? Segítettek? Debrecenbe kéne menni, Újkakakas kéne menni, lassan kocsis, lyukasakas, kiesik a Újkakakas. Ha kiesik, vérét vesszük, hazavisszük és megesszük, én eszem az ússzák máját, csókolom a mamám száját. És megpuszítem a mamámat. Ő tudjátok, hogy puszít engem mindig? Sorozat puszikat adott. Így megfogta az ócámat, és így egyszerre... Tudjátok mi? Azért, hogy jusson az én unokáimnak is belőle. Feltolkult nagyon szeretettel rendőrségnek. Úgyhogy megsimogattam az arcát, elmondtam neki, hogy mennyire szeretem őt. Megköszöntem neki a gyermekkoromat, a mesebölcső, amiben ő ringatott tenyere. És most visszaringatom őt. És akkor mindig megkérdeztem nagymamát, hogy na ki szereti a nagymamát a legjobban? Na ki? Igen, igen, de ilyenkor kiabálják a gyerekek az óvodába, a iskolába, hogy én, és egyszer egy gyermek azt kiabálja, a nagytata. Na mondom, milyen igazad van, fiam, itt van nagytata is. Ingi nagytatát, Juliska nagymama mellé rakom a mesebölcsőbe. Bebugyolálom őket, szeretettel, az örök életre. Ti is bugyoláljátok be a mesét, mint egy kicsi bubocska. Csóré, ne vigyétek haza, lelki pólyába fújjáljátok, ringassátok, dajkálgassátok, és most elaltassuk a másik lenyomától tanult énekesére. Őt is visszaringattam ezzel az énekkel. A dalomat is meg. Csebogá, csebogá, sári ledobá, mert ha én megdoblak, téged jobban vár. Énekeljük. Csebogá, csebogá, sári ledobá, mert ha én megdoblak, téged jobban vár. Elöltök. Nem? El? Egyszer egy gyermek azt mondja nekem, az enyém még bő. Szeressétek a meséket, mert a mesékes erősen szeretnek titeket. Annyira szeressétek, hogy amikor ti is nagy örömöttök, ti is tudjátok elmesélni a ti gyermeketeknek az élő szó, a kincset, a nagymamáké és a nagytatáké. Egészségetekre legyen a mese. Isten áldjon benneteket. És a fél jövővel karácsonyra nektek is. Isten áldjon benneteket. Nagy Tamás Madárbarátkert címmel tartott előadást a Kistelkik Léberzeg Művelődési Központban, ahol beszélt a madáretetésről. No, akkor ez lett volna a második fele az előadásnak, és akkor van még
harmadik rész is, az pedig az etetésről szól. A fecskéket most kihagyjuk. A téli etetés. Hát ennek lesz most a szezonja, úgyhogy pont jókor tartom ezt az előadást, hiszen bár még nem etetünk, de ahogy közeledik a tél, és egyre hidegebbre fordul az időjárás, egyre inkább elgondolkozhatunk azon, hogy mikor kezdünk bele az etetésbe, és akkor itt már felismerül néhány kérdés, mikor edessünk, hát akkor, amikor a tartós vagyok beállnak. Ugye hát ezt előre dátum szerint nehéz megmondani, de általában valamikor novemberben szokott ez bekövetkezni, úgyhogy novemberben már nyugodtan elkezdhetjük, és egészen amíg tartanak márciusig, addig folyamatosan etethetünk, sőt, etetnünk is kell. Tehát aki egyszer elkezdett etetni, és odavonzotta a madarakat a kertjébe, annak kutya kötelessége végig egész télen át etetni, ugyanis ha egyszer abba hagyja, akkor nagyobb kárt okoz bele, mint hogyha el se kezdte volna, hiszen azok a madarak odaszoktak télen, számítanak arra a táplálékra, és pont télen adott esetben a legnagyobb hidegben, hogyha nem találnak ott semmit, akkor el is pusztulnak ezek a madarak. Tehát aki ezt nem tudja végigvinni egész télen, az inkább el se kezdje az etetést, hanem akkor várjon a következő évig, hogy fogjon össze másról. Ugye a hó a másik fontos tényező, tehát hogyha megérkezik az első hó, akkor szintén segíthetünk a madaraknak, vagy esetleg az első hónos eső jön, tehát ami már megnehezíti a madaraknak a táplálkozását. Mivel lehet etetni? Hát olyan magokkal, amiket a télire itt maradt madarak megesznek. Ugye milyen madarakat etettünk? Elsősorban pinyféléket, tehát magevő madarakat, lehet ez zöldike, erdei pinty, fenyőpinty, tengelic és társai. Nekik nem kell feltétlenül olajos mag, nekik jó a köles, a muhar, vagy egyéb olyan eleség, amit a kanárinak is adunk, akár lehet ez egy magkeverék is. Viszont itt vannak a cinkék is, tehát a kék cinke, a szén cinke, adott esetben harkályok, csúszka is megjelenhet. Ők viszont nyáron ugye rovarevő madarak, nekik ezek a köles és egyéb ilyen magok nem alkalmasak, hanem nekik olajos magokra van szükségük. Ezek közül pedig a legjobb a napraforgó, a legkönnyebben is beszerezhető és a legjobb táplálék. Nyilván a bio is jó lenne, de az manapság már azért elég drága, meg nehezebb is hozzájutni. Főleg ilyen évben, amikor a diólégy tönkre teszi a termés nagy részét, úgyhogy maradunk a napraforgónál, azt előszeretettel fogyasztják a cinkét. Aztán a télire itt maradt rovarevőknek, mint például a fekete rigó, vagy néha egy-egy vörösbegy is áttel, esetleg egy-egy banánposzáta, vagy házirosdafarkú, nekik almát, főzöldséget, vagy akár főtt tojást is adhatunk, hogyha már oda szoktak egy-egy helyre, akkor azt is elfogadják. A cinkéknek pedig állati zsiradékot is adhatunk. Különböző fagyút, lényeg az, hogy ez sótlan legyen, akár a szalonna is jó lehet, de az is sótlan legyen, és készíthetünk nekik madárkalácsot, vagy cinkegolyót, amikor ezeket a zsiradékokat felolvasztva összekeverjük olajos magokkal, és úgynevezett cinkegolyót, vagy más formában öntve madárkalácsot készítünk. Itt azért figyelni kell arra, hogy ez a zsíradék ez lehetőleg ne legyen avas, penészes, tehát nem arról van szó, hogy hát amit már úgyis kidobunk, mert nekünk már semmire sem jó, az még jó lesz a madaraknak is. Bizony a madarak is megbetegszenek ettől, erre csináltak is vizsgálatot, hogy komoly károkat okozhatunk azzal, hogyha nem megfelelő minőségű, rossz, megrombolt különböző fagyúval, hájjal, ilyesmivel próbáljuk a madarakat etetni télen. És akkor fölmerül a kérdés, hogy mivel ne etessünk. Hát az egyik az, amit már mondtam, hogy sózott állati eredetű termékek, szalonna, fagyú, ilyesmi. Tehát, hogyha sózott, az nem alkalmas, csak a sótlan.
vagy maguk se alkalmasak, ha mondjuk csávázottak, de ez szerintem egyértelmű. És hát ne etessünk kenyérmorzsával sem. Sokan ezt nem szokták figyelembe venni. Ugyanis a kenyérmorzsa, hogyha nem eszik meg azonnal, akkor előfordul, hogy elkezd eljedni, és akkor egy olyan folyamaton megy át, ami bélgulladást okoz ezeknek a madaraknak, hogyha megeszik. Tehát legfeljebb akkor etethetünk kenyérrel, hogyha látjuk, hogy mindjárt meg is eszi a madár, de legjobb, hogyha nem etetünk kenyérfélével egyáltalán. És akkor megnézzük egy pár etető típust, amiből számos típus létezik. Hát a legegyszerűbb módja az etetésnek, hogyha kiszórjuk a földre, itt is figyelni kell arra, hogy macskamentes helyre szóljuk ki, hiszen a bokorból könnyen ráugorhat egy macska táplálékot kereső madarakra. Ezt szívesen látogatja minden madár, de hát van egy nagy hátránya, hogy ha jön a hó, akkor nagyon könnyen belepheti ugye. Ide még akár a vörösbegy is leszállhat, és igaz a napraforgót nem nagyon eszi, de a napraforgó magok között föl lehető azért egy-egy rovarlárva, vagy pete, ilyesmi, azt ő kiszedegeti onnan. De a zöldikék és egyéb pinyfélék, erdélypinty, fenyőpinty, tengelic, ők előszeretettel fogyasztják a napraforgó magot is, mint olajosat, de akár a köles, muhat, ilyesmit is. Persze a verebek is megjelennek ilyenkor, én nagyon szeretem őket is. Van, hogy 80-100 veréb is megjelenik egy csapatban. Hát bizony akkor kicsit nagyobb mennyiséget kell nekik szórni, gyorsabban fogy a napraforgó, viszont nyáron aztán nagyon hasznosak, hiszen a mezei veréb, ugye mint odulakó madár, ő rovarokkal neveli föl a fiókáit, tehát ha egy kertben adott esetben akár 8-10 pár mezei veréb fészkel, bizony ők nagy hasznot végeznek nekünk a tavasz időszakban, amikor nevelik a fiókáit. Hát ha mégis ragaszkodunk a földön történő etetéshez, akkor lehet egy ilyen módja is, hogy valamilyen fedéllel fedjük, úgyhogy hozzáférjenek a madarak is, de azért viszonylag hómentes maradjon. Viszont vannak különböző más típusúak, amik sokkal biztonságosabbak, egyrészt a macska ellen is jól védhetők, másrészt pedig az időjárás ellen is védve vannak. Hát a legelterjedtebb ez az úgynevezett dúcetető. Nyilván ez egy kicsit munkaigényesebb, drágább folyamat, mint csak úgy kiszórni a földre, viszont hosszú éveken keresztül egy nagyon jó kis madáretetőt csinálhatunk így. Ezt is a kertbe olyan helyre kirakhatjuk, hogy akár az épületből is ráláthassunk, és egész télen figyelhetjük az ott táplálkozó madarakat. De aki kifejezetten arra megy rá, hogy megfigyelje az etetőre járó madarakat, annak az ablaketető ajánlható. Egy ilyen módszer is jó, ami a képen látható, de én odahaza egyszerűen az ablakpárkányra egy széles deszkát, vagy egy dupla deszkasort cseréplécekkel megmagasítva, peremet adva neki, kirakom az ablakpárkányra, ott az eresz alatt viszonylag védve van a csapadéktól is, hát ha nem éppen arról fúj a szél, fújja havat, akkor elég jó védve van, és az ablakpárkányon remekül megfigyelhetők a madarak, ahogy jönnek. Először lehet, hogy egy kicsit óvatosabbak, félősebbek, de egy kis idő után ezt hamar megszokják, és onnantól kezdve aztán nem csak a bátrak címkép, hanem az egyre félénkebb madarak is bejönnek az ablaketetőre, és akár ilyen ritkábbakat is megfigyelhetünk, mint csíz, vagy tengelic, vagy egy-egy vörösbegy is megjelenhet itt. Ugye nagy élmény, amikor itt az ablakból láthatjuk a madarakat, és hát itt az ablakban is azért védettebb helyen vannak a macskától, mint a földön. Főleg, hogyha föl is ugrik néha a macska az ablakpárkányra, hát akkor gyorsan el kell onnan üldözni, és akkor előbb-utóbb rájön, hogy neki ott semmi keresni valója, azért macska se buta. Mi nekünk már sikerült megtanítanunk a macskákat, hogy oda ne menjenek az ablakpárkányra, legalábbis télen, amikor etetünk. Még egy aspektusáról nem beszéltünk az etetésnek, ez pedig az, hogy valójában szükségük van-e a madaraknak télen etetésre. Hát erre a válasz az, hogy nem. Ugyanis az évezredeken keresztül ugye itt teleltek ezek a madarak mindenféle etetés nélkül is, és valójában most is áttelelnének etetés nélkül.
Ez egy kis segítség nekik a mai megváltozott viszonyok között, amikor ugye a vonulások is egyre nehezebb, egyre több tényezővel kell megküzdeniük, a klímaváltozás is rájuk is nyilván egyre nagyobb hatással van. De azt lehet mondani, hogy valójában a madáretetésnek a fő célja az, hogy közelebb kerüljenek a madarak az emberekhez, hogy megismerjék az emberek a madarakat, és hogy élményt nyújtsanak az embereknek. Tehát nyilván a madaraknak is segítség, akkor, ha jól csináljuk, ha viszont rosszul csináljuk, akkor előfordulhat, hogy több kárt okozunk, mint hasznot. Például akár betegségeket is terjeszthetünk így, ha nem tisztítjuk rendszeresen az etetőt, nem cseréljük rendszeresen a benne lévő magokat. De, ahogy mondtam, ugye a macska miatt is óvatosnak kell lennünk, vagy akár, hogyha olyan dolgokkal etetünk, ami káros lehet a madarakra, akkor azt inkább ne tegyük. Hát vannak nagyon egyszerű módszerek is, egy kis tálkát is oda rakhatunk az ablakhoz. De van egy ilyen függőetető típus, ez is nagyon jó. Akár az ablak közelébe is kifüggeszthető, de bármelyik kerti fára úgy felfüggeszthető, hogy oda biztosan nem fér hozzá a macska. Nyilván innen is vannak kipogyóvó magok, amik aztán a földre esnek, amit más madárfajok fognak felszedegetni, tehát azért erre föl kell készülni. Ez a bevált műanyag virága alátétező látszik mindenre jó, nem csak etetőnek, nem csak itatónak és porfürdőnek, hanem etetőnek is, úgyhogy akár ezt is lehet használni. Csináltunk különböző ilyen függőket, amiben magkeveréket rakunk. Na most ez, itt arra kell figyelni, hogy azért a madarak lába ne akadjon bele, tehát olyan anyagból készüljön. De lehet már előre gyártottakat is kapni. Nem biztos, hogy ezek a legjobb megoldások, hanem azért elég drágák szoktak lenni, és hamar elfognak a magok, úgyhogy egy idő után meggondolja az ember, hogy veszi a következő adagot, vagy inkább marad az olcsó megoldásnál. Függőetető, akkor a cinkegolyókat nem csak egyesével lehet kirakni, hanem akár így csoportosan is. Na most a cinkegolyóknál azért vigyázni kell, hogy milyen anyagból vannak, mert többször előfordult már balesetekből, vissza is megyek, hogy a madarak lába, hogyha olyan anyagból van ez a háló, beleakadhat, és előfordult már, hogy nem tudta kihúzni, és akkor végén ott lógott, és ha nem veszi észre az ember időben, akkor ott el is pusztul szegény madár, úgyhogy itt meg kell válogatni, hogy a cinkegolyót azt milyen hálóba rakjuk. Ugye szó volt már arról, hogy az alma is segítség lehet télen, amikor mindent befed a hó, és nem találnak semmit, elsősorban az itt reket roba levő madaraknak hasznos, de azért még a cinkék is néha belekostolnak. Leginkább azért a vörösbegynek meg a rigóféléknek alkalmas télen. Vagy akár a barátfoszátának is, ami tulajdonképpen egy vonuló faj és a telet Dél-Európában tölti, de azért az utóbbi enyhe teleken egyre gyakrabban előfordul, hogy egy-egy barátfoszáta is megpróbál áttelelni egy-egy kertben. Az előbb a tojója látható ezzel a barna fejtetővel, a hím pedig a fekete sapkájával, ugye, mint a barátoknak, innen kapta a nevét, hogy barátfoszáta vagy barátja. Egészen ki tudják válni az almát, ami föl van tűzve az egyik ágcsomra. De akár az egyik legkisebb madarunk is megjelenhet az etetőn, ez pedig az ökörszem. Ugye akkora az egész madár egy kis gombóc, mint az ökörnek a szeme, csak a fölcsapja a farkát, és néha nagy hangzavarra cserreg, onnan tudjuk észrevenni talán legkönnyebben a hangjáról. Még akár ő is megjelenhet az etetőn, és különböző peték, meg kisebb rovar, lárvák után kutat. Hát itt egyéb különböző módszerek, kombinálhatjuk is ezeket. Vagy ahogy már szó volt róla, az ablak közelében is kombinálhatjuk a különböző típusokat. Itt pedig egy kék cinke, egy cinkegolyót, cinkegolyóhoz készül éppen, aztán rá is száll, és hát a hálóban se feltétlenül cinkegolyó van, hanem lehetnek különböző olajos magvak, mint itt például éppen mandula talán, ha jól látom, vagy mogyoró. A másik képen pedig egy cinkegolyót eszeget. Ugye a cinkegolyóknak az az előnyük, még hogyha nagyon sok verép van, és nem akarjuk őket folyton etetni, vagy hát egyáltalán etetni a verebeket,
akkor a cinkegolyó az egy olyan megoldás, amire a veréb nem nagyon szeret rárepülni. A cinkék az erős csőrükkel ezt jobban meg tudják bontani, meg hát ott hintázni, függeni kell rajta, arra a cinkék sokkal alkalmasabbak, mint a verebek. De akár a balkáni gerre is megjelenhet az etetőn. Ugye itt az etetőn látszik, hogy keverni lehet az olajos magokat, a napraforgót a más magokkal, mint itt a kölessel például. Vörösbek pedig nézegeti, hogy mit talál a magok között, mert ő ugye nem eszik magot. Házi veréb is persze megjelenhet itt. Rá se haragszunk. Mennyivel másabb a tojó meg a hím, ugye? A tojó sokkal egyszínű, a hím pedig ilyen színes, barna, fekete, szürke. Hát mi van tartós hóeséskor? Hát akkor van igazán szükségünk a madaraknak az etetésre. Tehát, hogyha elkezdtük etetni, akkor ilyen tartós hóesésnél mindenképp naponta töltsük fel az etetőt, hogy minden nap legyen számukra ennivaló. És ha olyan az etető, hogy nincs fedél fölötte, akkor naponta többször le kell takarítani a havat róla. Hát ilyenkor aztán elgondolkodik az ember egy idő után, hogy csak jobb lenne valamilyen tetővel rendelkező etető. Hát csinálhatunk is ilyen hálóval, krumpli hálóból ilyen madáretetőt, de azért nekem az a tapasztalatom, hogy ez veszélyes is lehet, ahogy mondtam, beleakadhat könnyen a madárlába. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer. Ebben aztán persze a cinkék megtalálják a magukét. Lehet például nagyon, nagyon egyszerűen egy nagyobb méretű pillepalackból is vágni etetőt, és azt úgy kiképezni, hogy a hó ne nagyon tudjon belemenni, a madarak pedig mégis megtalálják a számításukat, vagy így, hogy oldalt vágjuk ki, de úgy is lehet, hogy szinte alul vágjuk ki. Itt a legalján az üvegnek, és egy olyan pici vágást csinálunk, hogy éppen, hogy áramolni tudjon ki a mag belőle, vagy egyesével tudja csak kiszedni a csinket. Ha feltöltöttük, akkor bárhol felakaszthatjuk. De ez egy még egyszerűbb módszer, a mindenhova bevált virág alátét, amit hogyha kifúrunk pár helyen, hogy az esetleges eső kifolyjon belőle, oldalt pedig madzagot kötünk rá, akkor egy ilyen függesztő zsinórral, egy urokkal fölkötve pedig egy függő etetőt kapunk. Aztán megjelenhetnek olyan ritkaságok is a madáretetőn, mint ez a középfakopáncs, mondjuk itt a Kisteleken biztos nincsen, de Szegeden például már az idősebb tölgyes részeken költ a középfakopáncs is, vagy akár a csuszka, fakusz, amit már említettünk, ilyen madarak is megjelenhetnek. A nagy fakopáncs viszont itt is rendszeresen megjelenhet. Nálunk is Augusta szeren az etetőn minden évben meg szokott jelenni, és adott esetben, ha pár szent diót is rakunk ki neki, akkor azt is szívesen elfogadja. A legnagyobb pinyfélénk a megyvágó, ugye erről a hatalmas csőréről kapta a nevét, amivel a megymagot is képes összeroppantani, olyan erős. Ő is megjelenik az etetőn. Na, olyankor rend szokott lenni az etetőn, mert általában addig a kisebb madarak nem nagyon mennek oda, amíg a megyvágó eszik. Vagy a legkisebb cinkefélénk az őszapó, amelyik ugye csapatosan jön-megy, ő is néha megjelenik az etetőn. Hát a süvöltő azért már ritkábban, süvöltő egy téli vendég nálunk, amúgy a hegyvidéken meg északon költ, a messzi északon, telelni jön hozzá. Nagy ritkán alkalomattán megjelenhet egy-egy etetőn is, én még nem láttam etetőn, meg kell mondjam, viszont itt a környéken, a Kőrisvás helyeken előszeretettel telel süvöltő, gyönyörű szép madár egyébként. A varjúfélék közül pedig a szajkó az, ami rendszeresen beszokott járni az etetőre. Ugye nem volt még szó a varjúfélékről, mint a településeknek a kerti madarai, hogy úgy mondjam. Ugyanis a varjúfélék is urbanizálódtak az idő folyamán. Most már egyre több helyen költenek a városokban is nem csak varjak, hanem szarkák, nagyobb parkokban szajkók is.
És akkor itt mindig fölmerül a kérdés, hogy ez most jó-e vagy nem jó, hiszen azért ők nagy fészekrablók, akár a szajkot nézzük, akár a közeli rokonát, a szarkát, mind a kettő varjúféle, és költési időben bizony sok fészket kifosztanak, tojásostól vagy akár fiókástól is. Hát ugye a városokban nincsenek meg a természetes ellenségeik, amik az erdőben ott élnek, ez elsősorban a héja, kint az erdőben, ami elkapja a szajkot is, meg a szarkát is. Városban nem igen jön be a héja, de még faluba is ritkán, úgyhogy itt nagyobb biztonságban érzik magukat ezek a varjúfélék, és hát bizony el is szaporodhatnak az énekes madarak kárára.